tavaly volt, akkor csak jóban voltam, tudod. Volt egy csomag. Ja, vágom. Abból az alá, az összes. Igen. Igazából csajom nem volt, csak kavarni volt. Hogy vágjon? Kattani, hogy mondanak. 2-3-4 volt. Akiről lemondtam a találkozó időt. Vágod? Igen. Valma eperegre. Nem tudom, a Tomikával jár most. Jaj, tudom. Mi volt? Jaj. Valami dévetű dorka? Nem. Nem dorka. De ez ott nem. A balokról is van. Balokról is. Az, tényleg. Az. A dor... A balok a Dodival jár. A balok. A Dodival. A csúcsbe veszem. Tényleg? Jó, szépen. Nyáron kavartam, mert fel. Nem az a lényeg, hogy megnyomjon, bazd meg. Gyerünk, eljönni, gyertek! Bakacsi! Nem az, hogy kedves, kedves az az lényeg. Gyerünk, Bakacsi! Hashtag pray for Bakacsi. Nem baj, majd jövőre. Koncentrálj! 10-20 év! Miért 5-ös a Bakacsi? Mi lett a 9-es? Miért tudta meg a csatát? Azért, mert... Kitte legjobb? Bakacsi. Bakacsi. Csak a Bakacsi. Bakacsi meg a... Matyi, a Moresz is azt mondja. De jó, Bakacsi a legjobb. Bakacsi többet ér, mint így. A Matyi nem ér többet. De Matyi nem áll helyt, nap feljebb. Nálunk, amikor nálunk játszott, szar. A legjobb volt. Ó, Huszmán meg nem jó. Huszmán csak akkor jó, mikor hagyja. Gyere! Na, Bakacsi! Gyerünk, Ronaldo! Futni kell! Jön a Bálint! Bent tartja! Jajacse! Jajacse! Dikacse! Nem hagyjátok, ha lépjél már be! Micsoda indítás! Éj! Gyerünk, Bakacsi! Futni kell, futni kell! Fusd le, fusd le! Fusd le! Ennyi! Easy! A kondi! Ez! Szegény Bakacsi! A kondi! Szép volt, Bakacsi! Bravo! Bravo! Nyerjük, Bakacsi! Húzd az időt! 5-ös! Na! A hóból! Micsoda pass! Micsoda pass! Becsülj! Oh! Micsoda a passz? Hát ki látott ilyet? Zsatag indulom! Szegény, hogy ki lehet. És? Hová? Nem baj. 10-20 év. Ja. Hát de lerántották. Megdukolott, ugye? Ő a halmaskán nem bírja. Jöttem, Kandi! Jöjj a cigi, jöjj a cigi magát! Egy Attila. Befele! És bevédeni! Előző meccsen azt csináltam. Melyiken? Igen, hazafejelés volt. Én nem lennék az. De hallod az izé? Amúgy a kapusod? Nem tudom az. Én nem lennék az. Hallod a U17-be a kapus az a... Igen, tudjuk melyik. Az a chipses gyerek. Mindig chipsek szabál. Biztos, de az izé azt anyám tanítja, az hogy is hívja. Koni vagy? Az. Jaj, ez kurva nagy az egyet. Az 2 méter 3 centi az. Tudom. Az úgy már én is lennék kapus. A U17. Igen. U17, a kapus. Az a haverom. Komolyan. Igen. Jártam el kapus edzésre is. Te kapus vagy? Voltam 3 évig.
Ennyi volt a karrier. Meg most is szoktam mikor. Várjál, hallod? Előző izé meccsen. Bakacsi belülről, belülről. Bakacsi izomból. De csak is szoktam. Hagyjad, hagyjad, az úgy lesz. Lögjed. Bele akarta fejelni a bakacsi. Szép volt bakacsi. Én szoktam csak ugyanígy kapus edzésekre. Most mit játszom? Egy a másik oldal. A felső védő az a jobb, és a jobb oldali vagyok. A szóval jobb oldali védő közelebb. Felső? Középső védő, vagyok, és ott ketten vannak. Tudjuk, értjük. Focizok 10 éve. Csak tudom, ez a... Nem. Én amúgy csak 5 éve focizok. Nem. Megnéztem Nyíri 5 hónappal előbb kezdtem. Én 7 éve. Köszönöm, mert nem mondom, hogy biztos ezzel vágja fel. Hogy? Hogy előbb kezdtek. Hát de, ha az égőm. Ugye, Dobi? Az égőm amúgy tellek, hogyha előbb kezdtek. És látod, úgy, én öt úgy év, van olyan szinten. Én 5 éve kezdtem, és ezért minden meccsen kezdő vagyok. Hát akkor vagy menő, hogyha kevesebb év alatt tartasz ugyanott. Jó, de milyen gyorsan fejlődtem ma? Amikor Attilába eljut a Honvéd, az engem felvette, csak anyám nem kezdte. Nekem meg apám. Hát szóval. 2 év engem sem, engem is sem voltam. Hány éves vagy? Én? 12. Te tavaly voltál ott, nem? Szabika. Ah, ja. Én is. Anyám nem mondta. Anyám nem, messze Bazi! Van. Így se vagy jó tanulásban. Ennyi terül. Cseleszki! Ennyi volt a karrier. Jó volt az karrier. A gyerek az ötlet, maga csónalját fel. Bravo, Bor! Gyerünk, Bakacs! Dika cselét. Hopp! Hey! Hopp, passzint! Ennyi. Kemény vagy, Bakacsi? Csak is miattad állnak nyerésre. Hogy lobog a mezzet. Vika! Gyerünk. Na. Faszol! Olyan! Neked nem fogja odaadni, Szabi, hogy ezt megpróbáld. Mi? Én megpróbáld. Itt vagyok 16! Nem utolvassál, nem New Yorkeres 2000, na? Melyek kispazsak? De már jön szét, szóval már három helyen kiszakadt. Anyám val, ugye mozdó. Nem is van arra a gatyányra, ami kurvára ki volt. Amúgy ez is úgy jött szét, látod, így csak anyám van. Arról műhely! Úgy hát
szerintem van a ruhája. Nem így. Szóval te maga megsem, hogy benne elég égett való. Igen. Töltjük meg, tesz a tennyegyeket. Tegnap túl régettem. A gyereket úgy felettem, hogy majd. Mennyi le? Nyertünk 20 ponta. Na, azt a kurva, hát ez sok. Dobtam két pár. Hoppá, a körtét. Hallod, van az a Nike futó cipőn, tudod? És jártam meg, az a sárkány. Ja. És ezért odaértem a sárkány egy körül 60 körül. És azért nem járt. Felment hajnap beszívott az Erci Libor edzés előtt, edzésen úgy dobált hármas így körre. Ja, hallod. Ez vizda volt. Elég szóltak. Dobó versenynél veled voltam, meg Benivel. Én mindenben balfasz nőtt, give me that shit! Mindenben. Fajnal bekúrtak. Mit szittál, balfasz nőtt? Elcigit, tesszük, elcigit. Meg amikor csináltad a mutatványokat az Ercigit az öltözőről, ráfújta a padra, és így itt vele úgy tudott egyet. Mit csináltok? Ott van a gó! Három Balázs van, és mindig amikor mondjuk Balázs, mind a három oda lép. Engem zöld, az 5-6 után izé Bercinek a csapat. Te is ismered? Te mondod mindig. Igen, bejelöl. Gyerünk, Bence! Amúgy rohadtul a szorítatok. Az arcot nem fújtott el olyan. Vagy mint a Bence, vagy azok csak is, mint a gyerekről. Erre a nyomógon most ekkor telefonnál. Ja, igen, mert az volt, hogy volt egy okos telefonja, és izé, a szülei elvették, mert kapott egy lényeg. Az nem a miénk. Egy stréber csaj, hallod, szabad? Az nem a miénk, amit most viszont. De, na mindegy, szóval izé, elvették a Beától a okos telefonját, mert kapott egy 4-est, vagy 3-ast. Nyolcadik más. És akkor izé, vissza a nyomógombos van most neki, és a Lucia BFF. Az meg izé, vett neki egy ilyen műzikelis korongot, nem tudta, hogy elvették a telefonját, és ezért a Bea meg rárakta a nyomógombosra. Segíts neki, ne szaladj el! Gyerünk, Bakacsi! Jó, de tőlem. Hoppá! A Ronaldo! Az a Bea az olyan menő lány, hogy iskolán meg lakáson kívül nem ismer sem. A levegőt csak kémia ugrálom. Ja. Na. És megkezdtem, mi a hújja utálom az ilyen embereket. Jó, de hát az osztály 80%-a. Ja, osztály 90%-a ilyen. Vagyunk, állandóan. Már az alkossa sportot. Ja. Ja, de elmegy fotózkodni. Ja, ilyen. Én elküldenem a kucsába mindent, mert én nagyon rossz szinten belőlem. Nálunk is, hogy csak kiratok neki minket. Mi vagyunk, amit a csiskát értem, mert fogjuk. Ja. Azért, hallod? Minden tesőrán ugye focizunk, és ha mi felhúzzuk magunkat, például Bakacs, meg mindig együtt vagyok, és a mi csapatunk szarjuk bele magasra, a Szabé még úgy, hogy csinál valamit. A mi csapat... A Szabé ebben a bolla, jó, de ők legalább próbálkoznak nálunk meg. Massányi a kapus, hallod, itt áll a 16-osban, így nézi az eget a gyerek. Megy felé Bakacs, a Szabé, lövi a gólt,
gyerek megfordult, jó, gól volt, és elkezdődött röhögni, és utána kirúgja népkedbe alatta. De minden gól után röhög a fél csapatunk Vakacsiba. Micsoda szuplex! Mi az, hogy ő kezdte? Kicsi, hogy ő kezdte? Szép volt, Vakacsi! John Cena! Azt föltöz basztál gyereket. Kipattan óra, figyeljen! Ez nem kapott napot. Múltkor ugatott a bírónak, és kapott egy piros lapot. Nem felvettem. Jaj, Vakacsi! Pari! Váljátok össze! Ez basztabok. Megfogta kezét, hogy tű! Cselgáncs mester! Vakacsi mindig elszokott bólni. Igen, mindig így neki megy egy gyerek, az meg átbassza, amit másolnak. Ez nagyon kemény volt. Én tegnap azt csináltam, hogy egy gyerek, ez ugyanígy buzult, mint ez. Ezt így lefújt a bíró, én meg így mondtam, nyugodjál, faszok, és így nekilögtem a izé matracnak. Gyerek visszajön elém, izé, mondja, nyugodj. Bra. Bra. És akkor izé mondta, hogy nyugodjál, faszok, és kérdezte, hogy miért, mi lesz, és oda megy Ádi. Azt vágott ki a Pólovics Ádi, nem? Na, azt izé oda megy, így ránéz a gyerekre. Gyerek kérdezi, miért mi lesz Ádi, azt ne tud meg, bazd meg, se gyerek lesétált a pályára. De a Pavlovics, az kurva nagyon. Az nem nagyon kemény. Annak még én sem megyek visszaszólni. Én visszamerek neki szólni, mert nagyon kemény. Jó, de... De amúgy nagyon nagy a... jó fej nagy. Múltkor találkoztam, hanem itt ő is vágott. Ezek a nagy szaros selfisek, nem? Mi? Ezek küldenek ide Snapchat-en, azzal streakelnek, amik a kuláltak. Jajajaj! De lesz? Ő meg a Peregli. Peregli az a másik. Amúgy az összejött a kis Lilivel, azt vágod ki? A Ádi osztálytársa. Az összejött a Peróval. De Monkos volt. Bakacsi, ennyi! Ez a sztár! Aki... Mondani akartam, hogy nagy dolgozzá. Mi van, Cselgáncs? Ti láttátok? Nem, figyeltem. Csak azt látom, hogy ott a porban mindenki örül, mondom, biztos jó. Jó, a lényeg az meg, láttuk, hogy leteríti a gyereket. De ezt mekkora, hogy átpasztol a magára a gyerek? Olyan kopott a gyerek, csatort a föld. Csongor fölgrött a korlát. Nagyon kemény familia. Persze, a minden, a bátya nagyon nagy kicsi. Hallott, ha nem tudod, milyen szipót akarok venni? Igen. 4.0-ában itt amúgy, itt a buszban van egy ilyen kis szürkelő. Igen, tudom, hogy szipót venni. Na? Vesz. Ja tényleg, azt neked ma mutattam, hogy a buzi izét akarnak? Ezt a kockás belebújós vesz akarnak. Jaj ne, olyat ne vegyél. De az nagyon gáz. Ma vegyél inkább valami olyat, ami ilyen old school, csak pirosban. Ja. Az jól is. Piros cipőt, max fehér. Mondjuk azt, ami aztán beéletek szép. Van egy, hát... Ja, de amúgy annyira utálom őket. Én. Azzal szólkozom, hogy rálépett. Van egy, hát... Nekem rálépett, hogy de vicces vagyok. Rálépett a cipőre. Egy gyerek a cipőm, és olyan pofot lebasztam neki. És többet már nem tudom. Hogy lett volna másnak is ebben. Hogy Kristófod egy pofon. Kristóf az egy merülfasz. Igen, oda menjek egyszer, mert egy órát, hogy azt lebasszak. Ne, hogy Kristófod bírjuk csak. Kristófod bírjuk csak, hát ő is ilyen kockázza. Most legalább elment vízilabdázni. Képzelem, havonta egyszer letéved egy edzésre. Nem, múltkor írtam, hogy egy gyerek. Oda is kocsival viszik mindenhova. A busz az már buzi. Az elég iskolából az a fel. Igen, emlékszem, ti
hagyjad, menjél vele vissza! Hatodikba vagy hatodikba, hogy kocsival viszont. Ezért elkezdtem kussával. Hallod? Eszi magad! Elkezdhetünk basztatni, amely bűzőnek búl kocsival vittek haza. De ti amúgy minden értettem, mert bármit csináltak. Ott van az a kemény gyerekem, akkor volt ott a keresztül? Vagy ebben van? Az már rég elment kocsmához. Az is a gyerek. Az is a korítvány. A kivisi inga. Az fiú? Mert miért Sára is ezt? Sára húga is ezt mondja egy évesen, hogy tényleg? Aha. Pénteken mutatták nekem, hogy Sára mutatta, hogy a húga hogy mondja ezt, hogy geci. Aztán kurva jelent. Nekem legsejém azt mondja, hogy szüleim Szabolcs. Ezt tőled tanultál. De nekem is ez van, azt mondják rá, azt mondja a húgom nekem, hogy idióta. Látod, Barnabás, már két húgodat is elrontottad szüleim. De én már szívem szerint úszom olyanokat, de azért mondani nekik. Szabnál nem magad, hogy van szüleim. Hallod, ma húgom az lejött, már tegnap is full biztis volt. Reggel lejön, levászorok 11-kor, én már kicseréltem az autóval a kerekeket, ő meg itt levászorok 11-kor, befekszik a fotelba, oda megyek hozzá, de felkeltél. Anyám a véket élni ott, és visítani, és utána visszament a szobába, hogy ő alszik tovább. Dorka mondja, hogy fontosan ne neki a biosz, bemegyek a szobába, full le van húzva a redőny, alszik, bemegyek. Móri, lefotózhatom a bőzt? Nem. Én alszom. Takarodj ki, mert anya is azt mondta, hogy egyedül aludhatok. Mondom. Csak egy másodperc, vagy 10 másodperc, vagy fotózzam a levét. Nem! Bakacsi! Menj ki! Anya! Én aludom! Sajj már! Hát, hogy miatt ott kaptad gólt? Baszta! Az oroszlán üvölt. Én húgom. Várj, én nem feszem. Leszartam, főztem a redőnyt, lefotoztam a bioszt. Visszahúzom a redőny, fölkel az ágyából, és elém áll. És nem engedt ki a szobába, mondom. Én meg ott rövök rajta, hogy te mit akarsz, geci? Mi a fasz? Nekem miért nincsenek húgódja? Nekem odáll öcsém elé, még kihúgom az ajtón. És akkor elém áll, és akkor nem akar kiengedni, aztán még visszadobtam, hallod, Szabi? A hajnal fél, ennyi. Szabi, visszadobtam az ágyára, azt kimentem a szobába, aztán elkezdett üvöltözni, anya meg azt mondta, hogy Nórika, tényleg nem érdekel már. Én ezt hallom, hogy te aludni akarsz, mert 11 óra, és felhúzza az összes edet, Nórika, készíti tovább. Aztán eljöttem is. Jó, hogy ez maga volt? Aha. Az így a reggeli programom volt. Nem tudod mi volt. Megvan az érzés, amikor egész nap azt várod, hogy legyen hétvég és kialudhatsz, hogy 10 évén is meccs. És akkor nem, szombaton edzés van, most nem a fel. Jó? Most nem volt egy. Mindenkinek kérlek, tudjatok majd aludni, péntek lesz szombaton. Ez a legnagyobb szombaton. Péntek elnegeim volt. Hogy amúgy semmi kell az... Húgom meccse volt. Anyám bejön. Nem csináltam még semmit, ott van a karton, meg minden, úgy, ahogy meghoztam, ugye, akkor az állapot, ott van az asztalon. Megjönnek Lizzy a meccsen, majd a minket körülték hangálni. Barnabás, játszom vele, Barnabás! Mert az ott kell, szóval egyedül vagyok a szobájukban, oda buzit bevinni. Visítva jön be, én kipattanok az ágyba, hogy kiküldem. Apott van, hé, ne váltsod. És akkor így kelljél fel, tanuljál, húzzon a redőnyt. Vissza nem eled engedni.
Mi amikor nálatok voltunk, ezt bejött a húgod így a szoba, hogy beállított, és így nézett ránk. És mi a meg összeszartuk csak magunkat. Kussol, de mi úgy összeszartuk magunkat. Öcsémet meg röhögtünk. Mert a húgom hol vagy át. Nagyon beszartunk. Nagyon durván, és, múlt, és amikor Olaszországban voltunk, egyszer csak hogy volt, hogy egy szobában voltunk, és négyen voltunk felül, vagy négyen voltunk, és akkor emeletes ágyon felül én alszok, alattam az öcsém, és egy forranci ágyon alatt a húgom a nővérembe. Húgom egyszer csak így a semmiből így felhúzva a kasizomból, így mind a kettő Zsófél így feláll, és mint a hol volt, húzza maga után így a lábát. És kimegy a ízé, szülem szobája, Szó szerint kivasztam olyan. Nagyon kemények a testben. Ráadásul lányok, szóval Még rosszabb. Megverni se tudod, még annyira se. Öcsémet én szarba verném, csak mindig megállítanak, hogy Nem áll Balázs, Istenem. Meg mit, amikor mondtad, hogy Balázs, gyere verekedjünk. Gyere verekedjünk, és ott sírt, és rátapostam. És elkezdett párnákkal dobálni. Elkezdett párnákkal dobálni, meg lebasztam a földet. Mi is nagyon kicsik voltunk 2007-es, vagy tavaly. Nem voltunk egy kis kicsik. Az tök nagy ember, hagyjad már. Menjél. Botlik. Na, gyerünk Varga, meg el valami. Az igen. Ott van tudások. Holló! Ronaldósan. Ott van a tűz! Reggel 11-kor volt meccsem, 10-re ott itt kellett lenni körösségbe, az azt jelenti, hogy fél 10-kor el kellett indulnom. 9-kor anyám bejött. Most ne fogsz kérdezni, Leván szorgok így, mint csukott szemmel a lépcsőn, majdnem leestem kétszer, Leván szorgok a konyhába. Téged is érdekel a meccs. Benyomom a műzlit, aztán aludtam egészen a körösig, ott is egy néni keltett fel. Nem tudom miért. Nem tudom miért egyébként, hogy honnan jutott, de pont így a Szent Keresztér előtt így felrázott. Mondom, köszönöm. Kösz, pedig aludni akartam az őrség. Mint a izé osztálytársuk felhívja izé, hogy csáj, tudjuk az őrség aludtam. Seregi. Na mindegy, és akkor izé, reggel nem szorgok, utána aludtam körösség, egész bemelegítésnek, kb. Ilyen fél csukott szemmel, ezért csináltam a ügyességet, aztán a kis padon megint körülbelül aludtam, aztán izé, amikor fölmentem a földbe, aztán valaki hozzám ér, azt majdnem megöltem, aztán hazaérek, anyám kitalálja, hallod? Már hozzátok már a bláddal a Leandert, a pincét. Ezt úgy tudni kell, hogy 4 éve vettük azt a Leandert körülbelül, már 6-szor végigment rajta a 16-kor termeszizi. Már így úgy nézett ki, mint valami gyomnövény, aztán mindig valahogy fölkeltünk, valami tudod, csoda tápszer, és már akkora, mint az a templom. Ebből van 3 darab, szerintem is. Én már van ott a kriarka, az egy ilyen csoda. Ilyen a csíve. Menj tovább! Van ott a kriarka, az egy csoda. Ott van! Van ott a kriarka, az egy csoda vegyszer alatt. Van a texon van most. Dur.
Van ott mondja, az ilyen csoda vecc, hogy rántod egy növény, és így elpontod az egész, mint a filmben. És akkor ezért gondolkoztam, hogy tartott meg a lányomat, mert gondolkoztam, hogy véletlen lecsöppettem egy kicsit, aztán nem kell többet az fel. Ezt mindig térre le kell vinni, nyára fel kell hozni. És akkor ezt tegnap utána föl kell hozni ezt az összeset, és mindezt azért kellek fölhozni főleg, mert ma apám kereket akar cserélni. Jó, volt, elolvasd a reggel megint fölkelek, vannak a cserélni kereket. Persze, kicseréltem a kereket, aztán meg lejöttem mesélni. És tegnap azt a Leandert felhozni, hát én azt mondtam, pálebe, ja, és úgy volt, hogy azért a meccsen, mert megettem három hamburgert, aztán megmondtam, hogy anya aludni akarok, és megkutáltak a Leandert szorú. És utána Leander után még egyébként. Anya, el kell menni is. Hagyd én magamnak ezt a cukort, ezt a cukort, mert amikor hoztál nekem mentolszakba, akkor valami beteg volt, és nálunk volt, és akkor lement reggel a konyhába. Marcikám, imádkoztál már? És akkor Bakacs így, persze. Nálunk is ezt mondja, hogy nagy munkája. De nekem is a apukám anyukája, az így egész nap rosszkönő, egész nap így nézi a tévében a misét, meg ilyenek, és mondja, hogy... Anyukám, apukája meg mindig izét van, a dankulányokat, és akkor így vasárnapi a bőt, csendül módon, szállamodik, itt a dankulányokat, bírom is. Hogy megjegyezte, már megtörült a dankulányokat. Hát mondom, mindig ez megy. Nem megy. Hát te is nem hallottam, hogy akartál. Teljesen fehér lett, mert hát hogyha elveszti a Bayern a BL-t, akkor kaja? Nem úgy volt eddig, hogy legkerepokat már. Vagy kopasz, vagy aztán kopaszom, de nem kell jönni fel. Mondjuk így elég tízében ülemmél fejre. Én meg full albino lennék de amúgy következő, szóval hogy mi focizunk, és akkor így múltkor az volt, hogy még első fél évben Szabinak az csapata nem csinált semmit, és akkor Szabi ott régyelt, és akkor csütörtök 6. korában úgy felidegesített magát, vagy nem tudom, valamelyik testvérem, hogy bement az öltözőbe, és akkor ott már ott félig átadott az, amikor mi is bementünk, és akkor majd tudja, hogy elkezd régyelni, vagy nem tudom, és akkor egy... Elkezdte mindenki a lüvöltözni, hogy jaj, rukulj meg, osztály ezt, bazd meg, hogy már szégyen az, hogyha valaki sportol, meg az busz is, hogyha valaki sportol, meg ilyenek. Tök vicces volt. A lányok közül szerintem csak a Lilla sportol, bazd. Jó. De az nem is a ez egy gyöpösebb. Hát, nagy... Nálunk ilyen választék van. Melyes választék van? Nálunk is csak az a baj, hogy izé. Három választék. Még választom, meg is szívesen csak. Nincs. Csak ők nem. Hát most Sár az ilyen... De hagyjuk, ha mindig ilyen 18 éves. Ja, Sár az ilyen festett buzikra gerjed Instagramon. Nálunk ugye felhagytad a gatyádat. Billinek a pop-index susa van. Ja. Dorka meg az ilyen... Nem is tudom, mi hozzád szokus. Ja. Hozzáérsz? Ne jön hozzám. Ne jön hozzám, mert megmondom. Szeveri egyébként. És beszélnek nekünk, és akkor felhagytam a dolgomat. Úgy is van egy kicsi kibuzi vagy. Ugye van a fegyezben?
Megmutatják meg. Ja, meg kiszedett szem, festett szemöldökű, festett a buzi, és akkor... Nem, jó, pasi meg. Sára az őszérészből, a porra. Porra. Mondtátok neki, hogy ez nem mindenki fölöltözik. De úgy érti, hogy arra színészre. Ja, és akkor itt beszélnek előttünk, hát ugye elkezdett csúborozni. Ja igen, meg ilyen... Meg ilyen szavakat találnak ki. De amikor mi egyszer kitaláltuk fel, hogy volt régen a Tehát ugye a lányokat itt beszámoztuk ilyen kódra. De úgy soha nem használtuk, szóval hogy... Egyszer használtuk előttük. Ez most mi? Hallod? Nehogy, ez ugye nem mi vagyunk. Akkor nem voltam ott, mikor használtátok ezt, és begont a dorka egy nálam. Becsapja az ajtót, és a bolcsét, hanyas vagyok. Persze, becézővé. De ők így mindenkinek itt találnak valami jelszót, meg ilyenek, meg az összes ilyen, mert hogy nehogy megtudják, hogy milyen ilyen Instagramból fizikai izgulnak, ilyeneket kitalálnak, hogy itt én a csávónak az a... Ja, csávónak itt én az a neve, hogy... Tudja, az, és akkor... valamilyen amerikai csába, és akkor... Ferkó. Poli. És akkor így, beszélgetnek velünk, és akkor így egymásra néz a Bizu meg a dorka. Poli, és akkor így ezt csinálja a dorka. És akkor így, köszönjük szépen. Ja, fasz. Meg mondjuk én már, nekem már megmutatták az összeset. De mondjuk a nevüket akkor... De az igazi nevét, az igazi nevüket a csávoknak akkor is így eltakarták, de tudom. Meg akkor egész kifejezett bárkodon, és mindenkit akarnak az időt is, és akkor így bárkod. Meg a másik az a akkor találtak egy új csávot, akinek az volt a beszél, hogy szuprém, és akkor megmutatta, hogy ő azért szuprém, mert a ilyen kockas és szertifizett a csávó, és azt tette ki Isten, és a boxer a szuprém, és akkor szuprém. Ez a poszi van, amúgy az nagy arc. És a hajnal vér, figyelj! Figyeld azt az indulást, és lefutni. Fussd le! Szép volt! Cselekkel. A hajnal vér! A hajnal vér megmutatta. Nem úgy, néha jó. Néha te is jó vagy. Amikor úgy állnak a csinál. Na, visszahajnalnak. Hajnal vér megint. És ott a 16-osnak át kéne játszani. Hajnal vér megindul. És ott a van. Anya, ez véletlen vagyok. Mik a hajnal? Na figyeld, a hajnal vér. Nem. Rúgd már be! Nézd föl! De miért játsz be mindig? De ne basszolj, hanem rúgd rá! A másik percig egy hát ez az... Most arra lesz. Mindenkit egy ringzőbe öltözik. Ilyet van, nem.
most vezetünk kettőre, mit idegeskedjük? Nem, mi kettő múlva csak igen, hajlom. Igen, meg jó, hogy így volt. Jobb, mit most mi nem hoztott nap? Most már nem tudom. Csomor le. De miért a Pavlovics az olyanokkal szórakozik, hogy például a bálon, az volt, hogy bementünk a vízébe, és akkor egy WC-ből rohadt büdös jött, és akkor így oda megy hozzá. A gyerekek ebből a videóval egy Super Magical Chess-t fogunk kinyitni, és így felrúgja a tetejét, és itt a legendar, és ilyen akkora szarkuk is volt benne, hogy kilógott a WC-t. És itt a legendar. Thank you.